Ha nem kapom vissza a követ, soha nem látod viszont a barátaidat. Maradok tisztelettel, Don Kartács. Mélységes hódolatom, szárnyaló barátom, én vagyok én, a félelmetes kalóz Don Kartács! Mayday, mayday, itt a 127-es járat. Micsoda modortalanság! A dobozt! Ha kérhetem. Minden jó, ha jó a vége! Emberek, vissza a vadkefejűre! Végre! Itt van fényes jövőm kulcsa! Gazdagság, értitek? Oly gazdagság, mely túlnő szánalmas, fantáziátlan álmaitokon, de még az enyémen is. Hamarosan én Don Kartács leszek, a leggazdagabb lény a földön! Nekem? Nem kellett volna. Ó, igazán semmiség. Állítsátok meg! Kapjátok el, péleszüleg! Nos, te szégyentelen szörnyeteg! Lehet, hogy nem tartozik rám, de csinos kis csálába csaltad magad, igaz? Vagy nem? A kincsem! Utána! Utána! Sajnálom, hogy megzavarom a mulatságot. De fontos találkozom van! Nos, egy fiút keresek, aki volt bátor ellopni tőlem valamit. Érted? Adjátok ki, és elmegyek békével. De ha nem, akkor... Úgy érzem, Don Kartács, aki én vagyok, nagyon boldogtalan! Fiúk, ürítsétek ki a helyiséget! Mi volt ez? Hát ahonnan én jöttem, kalózoknak hívjuk őket. Csináljatok a géppel, amit akartok, de a fiút egy darabban akarok, de csak azért, hogy aztán több egyenlő darabban álljam. Most nincs idő a tűzijátékra! Az eddig kanyon! Megint bosszussá tettek! Vissza! Vissza! Akkor is enyém lesz a végső kacaj, miután megvan a fiú és a doboz! Kapjátok el, fiaim! Kapjátok el! Átok és újra átok! Ott vannak lent valahol! Találjátok meg a fiút, értitek? Amíg van egy-két jó falat, s egy jó falat, az csak akad. Se bú, se baj, nem számít rá, se ráncs. Helló, fiacskám! Régen találkoztunk, szí? Szí? Talán egy éjszaka a dzsungelben megmozgatja a fantáziádat! Ez az utolsó esélyed, fiú. Nincs értelme védeni a barátodat. Úgy is megtaláljuk. Oké, akkor más eszközhöz folyamodunk. Kukás! Kitűnő! Nos, drága fiam, várom a választ! Te kis, te! Miféle szag ez? Na, mi folyik itt, kérem? Ennyi hülyeséget összehordani. Ki beszél hülyeségeket, te házi macska? Kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Hello! Itt én vagyok a fosztogató fejedelme! Igen, Don Kartács! Üdvözöljük a fedélzetet! Egy jelennemes kalózai! Don Kartács az, aki beszél hozzátok, mégpedig a saját hangján! Tartsátok nyitva a szemeteket! És akkor elkapjuk őket! Hé, nézd! Repülőcski! Támadás! Gyorsan hozzatok nekem mangót! Csak a szemed kívánja! Előre nem csinálsz gyümölcsalátát! Utána!
csak hogy Don Kartács ezt nem hagyja annyiban. Elrabolja Rebekát és Mollyt, a kislányát. Molly! Rebeka néni! Mit tesz ezek után, Balú? Ki van odalent? Scusi, signori! Az ifjú szerelmesek szeretnek lenni egyedül, szí! Nézzétek, ez az! Induljunk, idétlen gügye barátaim! Látogassuk meg legtitkosabb búvóhelyünket! Milyen kedves tőlem, hogy beugrottam! Nézd át a rakományt, recsegő! Nos, szegény áldozataim, mennem kell. Sok a büntény, kevés az idő. Körzetet kiüríteni! Kinyitnád a fenéklemezt, ha szépen kérlek, ha? Hát nem ismersz kegyelmet! Én kalóz vagyok, nem foglalkozom apróságokkal! Áprilisi tréfa! Örülök, hogy beugrottak hozzá. Tudja, az ilyen dolgoknak vannak bizonyos szabályai. Én alakítom a szabályokat. Csalódott vagyok, Balú. Maga átvert engem. Ne beszéljen nekem átverésről, mister! Az ember közel enged valakit magához, aztán hátulról támadják szembe. Most elegem van a kihasználtságból, elegem van magából is, kedves. És elegem van a buta kövekből, úgyhogy hagyjanak engem békén! Igen érzékeny ember. Mind el vannak bocsánatok. De Mr. Khan! Jó napot! Kezdjük már el! Nos, uram, mennyit érne magának, ha visszakaphatná a követ? Nos, Mr. Ballon. Balú! Az a kő, ahogy maga nevezte, egy energiaforrás, amit mérnökeim fejlesztettek ki. Szóval ezért rázott meg. Rá tudom venni önöket, azt hiszem, hogy visszaadják. Mit szólnának mondjuk 100-hoz? Csak 100 koszos dollár? 100 000 koszos dollár. 100 000? Mit szólnának mondjuk 100-hoz? Csak 100 koszos dollár? 100 000 koszos dollár. 100 000? Ezt jól csináltuk, ha? 100 000 dollár! Azok csak ágyuk ott a sziklán. Biztos kalózokra lőnek. Ne izgulj, egyetlen kalóz sem juthat át a kanyonon. Elvétette, te vaksi denevér pajzat! Figyelj, hogy lőtávolon kívül maradjunk, igen? Mi tart ilyen sokáig? Csendet! Vagy mind a ketten beszártok a búvárhajóba, vagy üléshúzatot csinálok a bundátokból. Biztonságos ez az izé, kapitány? Hát persze, Dili kutya. Szívemen viselem a sorsotokat, kedveseim. Ott hagytátok a papagájt. Igen, az én ötletem volt. Idióták! Az a buta papagáj történetesen egy élő lélegző térkép! Idióta! Az idiótázás az én dolgom. Nos, szükségem van arra a rühes papagájra. Mivel csak ő tudja elmondani, hova dugta Juan Hugoman kapitány a millióit. Ezt meg honnan tudod, főnök? A félelmetes kalóz, Don Kartács, mindent tud, amit egy félelmetes kalóznak tudnia kell. Tudod, egyébként elloptam a féltvörzött naplóját. Hozzátok ide a madarat! Ott vannak! Elkapni őket! Na, hol van a kincs? Nem tudom. Tudod? Nem. De? Nem. Nem? Ha szeretnéd a barátodat egy aránylag elfogadható darabban visszakapni, add ide a madarat! Most összel, elég volt! Jól van, te kis pimasz madár! Vagy megkapom a kincset azonnal, vagy valami rettenetes fog történni! Hé, megfújták a megfújt szajrét! A gépekhez alávalók! Mit művel maga? Mit művel ez? Egyszer elkapom azt a bűbályos balut, szétszaggatom icipici darabokra a szorondomedvét, aztán összevarom egy zsákmarró dűvel! Nem szökhet neked, Don Kartás, a kalózok fejedelmel! Egy szerencse, hogy kész az új katapultrendszerem, Egy szerencse, hogy kész az új katapultrendszerem, Ah!
megtaláltuk. Jól vagy, kapitány! Remekül vagy! Utárjuk! Valami árnyékot vet csodásan sugárzó bőrömre. Jaj! Köszönöm, most fordítsatok meg! Veszély! Én mindig válaszolok nektek, néha. Igen, igen. És mégis mi akar lenni lényegtelen kérdésed lényege? Hát, hogy mire jók ezek a vackok? Hát épp ezért vagyok én a főnök, ti pedig az alattam valók. Önérzetetekbe gázoltak. Helyes! Ez mind része ördögi tervemnek. Hát nem értitek? Nem! Na jól van, jól van. Akkor viszont meg kell mutassam nektek. Hála a mi kis műszaki serinknek, recsegőnek és a csinálj magad áramot kézikönyvnek. Hamarosan kész a mi kis házi tömegpusztítónk, aminek segítségével bejuthatunk a képszüzetbe. És ki fogjuk rabolni? Nem, hanem ki fogjuk fasztani. Hiszen mi rablók vagyunk. Nem rablók, hanem kalózok. Hányszor kell még elmondani neked? Remeg a város, riad az utca, és minden gyáros a halálos csapás vármos. A vacc utca, milyen öröm, ha megölöm, nem marad más, mint a rablák, vagy a hajtás, vagy a fajtás. Benne az ég vár ránk, a pehőp a macsa párnánk, és milyen csodás a sok fogás. Ilyen a meggazdagodás, halljuk a refrént. Kalóz várgánk, vár. Büszke lesz ránk még az anyukánk! És a nagy üzlet, most a miénk lett, mert előbe hullik a képszüzet! Akkor most még egyszer! Várjunk egy percet! Itt én vagyok az egyetlen, aki mondhatom, hogy még egyszer! Ez a bosszantó pilóta, meg a minden lében kanár üzletasszony. Nincsenek ők bezárva? Nos igen, minden bizonnyal megszöktek. Semmi baj. Remélem elhoztad a követ, már csak ez hiányzik a tervből. Miről beszélsz te, te megáltalkodott fiatalkorú bűnelkövető? Üdítő színfoltja vagy ennek a szürke, ködlepte agyú cselekvő képtelen társaságnak. Készítsétek ki, hízlányok! Tova repül a masina, vezeti a medve, belekeveredik Balú a veszedelembe. Tova repül a masina, vezeti a medve, belekeveredik Balú a veszedelembe. Kezdődik a műsor! Igen, de persze nem. Nem. Mr. Kán, uram, megvan a megoldás! Egy pillanat, doktor. Igen, de ez most fontos. Ajánlom is. Ez esetben lehetséges, hogy Don Kartásnak a birtokában van egy villámágyú. Lehetetlen. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, habár nem hiszem, hogy lenne, aki nem ismer. A nevem Don Kartás! Évek óta próbálok eljutni az önök bájos városába, de eddig mindig ágyútűz fogadott! Iszkölnek, mint a hangyák! Még egyszer, gyerünk, még egyszer, érzéssel recsegő! Mellé, te négy balkezes idióta! Próbáld újra, kérlek! Kapitány a levegőbe akarja röpíteni az egész képszüzettet, bizony. Megült? Igen. Mit csinálsz? Na gyere, csatlakozz az eseményekhez. Mi? Azt képzelik, megállíthatnak ezekkel a szúnyogokkal? Ez a tiéd, meg ez is, sőt, még ez is. Hát nem jó érzés is fenn a győztes oldalán. Jobb, mint azzal az örökmesztes pilótával. Égess fel még pár épületet, recsegő. Aztán végrehajtjuk minden idők eddigi legnagyobb fosztogatását. Kiraboljuk a várost. Tedd azt vissza! Elég volt, hogy képzelitek? Kösz, kapitány.
Az ő feje túl puha ehhez. Lőjétek szét! Gyerünk, gyerünk! Nincs hová menekülnöd, te kis pimasz cselszövő! Add ide a követ! Nincs több bujócskázás! Aj, fiam, fiam, másodszor nem csinálsz belőlem bolondot, nem de? Ó, oh, érdekes játék! Kivele! Valaki megmentette a fiút! Lőjétek le! Lőjétek le! Elkapni! Elkapni őket! Megsütni! Megsütni őket! Igen, kapitány! Igen, kapitány! Ne ijedj meg, Garnis! De sajnos meg kell zavarnunk ezt a mesés partit! Garnis? Mondd csak, mi a neved? Csak hogy felírhassam a sírkövedre! Ez nem lehet igaz! Máj, az a buta medve meg az a kölyök! Nagyon-nagyon basszusát esznek! Felrobbantani őket! Mi? Újra! Dobjátok el! Még mindig jönnek! Gyorsabban, gyorsabban! Zárd be az ajtót! Gyorsabban, gyorsabban! Csukjátok már be! Utolsó vérünkig harcolunk! Nagyszerű! Szeretem az ilyesmit! Egy mechanikus pilóta repked erre, repked arra, és mindig a kijelölt úton. Ezt hívják a modern kor csodájának. Nos, én társaim a fosztogatásban, én úgy hívom az évszázad fogása. Itt én vagyok a felülmúlhatatlan Don Kartács! Vérszomjas orgám is jó magam, szeretnénk közelebbről megismerni. Előbb lelövünk, aztán kitömünk, egész pontosan 10 perc múlva. Tiszteletem! Fiaim, igazán félelmetes vagyok! Ez a csúnya pilótamasina épp olyan, mint Paul! Mókás! És épp úgy repül, mint Balú! Támadás! Nem, nem, nem! A medvét lőjétek le, ne egymást! Ti nagyon undorító férgek! Csodálatosan brilliánsel mi most súgja, itt az ideje stratégiát változtatom! Mit súg? Futás! Kalóz vagyok! Nincs szükségem felhatalmazásra! Kell is nekem a te undorító szamócalekvárod! Nekem az a... Álljunk meg! Én vagyok a szárnyai fennen tulajdonosa. Jobban van tisztán látni a helyzetet. Hova rejtetted a rubintokat? Igen, igen, a rubintokat, a rubintokat! Mondd meg neki, de tüstén! A nagy lelkűség napja a mai, de legközelebb... Reszkessetek a vadkalóztól, Don Kartástól! Kalózok, figyelem! Egész biztos nem kértek ebből a mennyei szamóca lekvárból? Nem! Csak mert, hogy abban vannak a rubintok. A lekvárban? A lekvárban? Nagyon-nagyon basszussá teszel. Ej, milyen zajos fickó maga Indirába, professzor? Don Kartács. Az első és egyetlen. Ha megengedi, elveszem öntől ezt az apróságot. A legenda szerint ellophatja lelketeket és összecserélheti másival. Kitörődik ezzel? Hála az égnek, ott vagyok, vagyis itt vagyok, de ott. Na, szóval tudja. Igen, értem én. És meg kell mondjam innen, ahol most állok. Igen, csodálatosan nézek ki. Az én gyönyörű rüsztöm. Egész csodás való megint. Annyira én vagyok. Kell.
kezdjük el. Annyival lehet, de mosolyognak is. Játszanak a hóban? Ez már komoly. Utánuk! Itt a csúszda rendőrség. Itt a csúszda rendőrség. Azonnal húzódjanak le. Azt mondtam, húzódjanak le. Azon vagyok, biztos úr. Egy másik előnye a hónak, hogy nem ütött meg magad. Csúszda rendőrség. Nem vannak tartóztatva. Játszadozunk a hóban. De biztos úr, mi nem ide valósiak vagyunk. Ezt a bírónak mondja. Azonnal mindkettőjüket 1000 év börtönre ítélem. Reszkessetek a vadkalóztól, Don Cortez! Köszönjük, örülünk, hogy mindannyian emlékeztek Tini Zserkodott kedvenc dalaira.